Lantos Mihály, hogyan vizsgáz sikeresen? Nyugodt utazás a jeles osztályzatok felé. Bevezető Komolyan a vizsgázásról akarsz írni? kérdezte egy régi osztálytársam, hiszen majdnem megbuktál az érettségin. Igen, igen, mondtam neki, viszont azóta rengeteg tapasztalatot szereztem, ezért érzem magam feljogosítva arra, hogy hozzányúljak ehhez a kényes témához. Elgondolkodtam ezen a párbeszéden. Valóban fájó emlék az érettségi vizsgáma, amiután megfogadtam, hogy nem tanulok többé. Történt ugyanis, hogy 14 évesen egy gépipari szakközépiskolába jelentkeztem, ezen rajtam kívül mindenki csodálkozott, hiszen szerettem a verseket, szerettem verset mondani és írni, mindenki azt mondta rólam, hogy színész lesz belőle bárki meglátja ez tulajdonképpen nem is állt messze a vágyaimtól, hiszen én is színész akartam lenni, de nagyon szimpatikus volt, hogy az esztergályos szót elipszilonnal kell írni, csak úgy, mint a keresztnevemet. Ráadásul apám is esztergályos volt, miért is ne lépnék a nyomdokaiba? Persze hamar kiderült, hogy nem volt túl jó ötlet, de ekkor már nekiálltam a középiskolai tanulmányaimnak, és amibe belekezdtünk, azt fejezzük is be, ugye? Emellett elvégeztem egy színészképző stúdiót is, továbbra is indultam szavaló versenyeken, játszottam különböző színtársulatokban, szóval az irodalom volt a kedvenc tantárgyam. Az irodalom tanárom az iskola igazgatója volt, aki gyakran büszkélkedett velem, mint a legjobb tanítványával. Volt olyan, hogy kihívtak egy óráról, az igazgatói irodába kellett mennem, ahol a minisztériumból érkezett fényes tekintetű előjáró elvtársak 1980-as évek előtt kellett szavalnom, ezzel töltve büszkeséget az igazgatóm kebelébe. Igazából jó emlékek ezek, örömmel tettem. Az irodalom érettségre persze nagyobb kedvel készültem fel, mint az összes többi tantárgyra amikor a szóbeli vizsgán kihúztam Babics Mihály Jónás könyve című tételét, nagyon megörültem, hiszen Babicsnak akkor is és azóta is nagy tisztelője vagyok. Amikor kiültem felelni, az igazgató megbökte az érettségi elnököt, és odasógta neki, hogy na ezt figyeld. Miután végigmondtam a feleletem, az igazgató úr sugárzó arccal dicsért meg, majd megkérdezte, hogy Tudok-e valamilyen Babics verset? Nem vállalt túl nagy kockázatot ezzel a kérdéssel, hiszen pontosan tudta, hogy Babicsot szívesen szavalok, amikor csak tehetem. Történetesen tudtam a Jónás Imája című verset, amit ott helyben elő is adtam. Az érettségi elnök, az igazgató, a jelenlévő tanárok, de talán még a portás is elégedetten bólogattak, majd büszke mosolyjal engedtek utamra. Éreztem, hogy remekeltem ezen a vizsgán, de a hideg zuhany akkor jött, amikor az eredmény hirdetéskor kettes osztályzatot találtam a bizonyítványomban akkor még nem tudtam, hogy nem túl sokat segített az érettségi eredményemen az, hogy végzős diákként az iskola rádióban dolgoztam néhány barátommal, és a féle lázongó kamaszként a magunk feje után mentünk. Olyan műsorokat csináltunk, amelyek az akkori erkölcsfelelősöknek bántották a fülét. Ne feledjük, 1988-at írtunk ekkor. Hiba volt például betiltott zenét adásba tennünk, és amikor egy dalban elhangzott, hogy megfogtam egy pincérnő mellét, na akkor végleg kitiltottak az iskola rádió stúdiójából. Túlfejlett igazságérzetemet ezután sem tudtam magam alá gyűrni, ezért az iskola újságba írtam egy verset, amiben burkoltan kifiguráztam az igazgatót. Hát azt sem sokat segített, hogy kurucos büszkeséggel utasítottam vissza az iskola bölcs vezetőinek ajánlatát, melyet a lelkem megmentéséért utolsó esélyként kínáltak fel: lépjek be a magyar szocialista munkáspártba. A gyenge érettségi osztályzatom okaiban nem ismertem még fel ezeket az összefüggéseket. Az akkori kavargó érzéseim a tanulással és vizsgázással kötötték össze ezt a kudarcot. Ha az igazgató úrra gondolok, nincs harag bennem több mint három évtized után sem, lehet, hogy így akart jóra nevelni, csak eléggé durva eszközöket választott hozzá. Nem csoda, hogy nem volt kedvem még egyszer ilyet átélni. Szerencsére az életem más utat mutatott nekem, ezért a vizsgahelyzetek sokasága sok mindenre megtanított azóta. Először is három egyetemre jártam, 52 évesen most végzem a negyediket és az ott abszolvált vizsgáim gazdag tárházát mutatták az öröm és bánat érzéseinek, nem is beszélve a lámpaláz, az izgalom gyönyöréről, és a kezemben lévő reszkető papír hangjáról, ahová előzőleg azokat a gondolataimat írtam, amelyekről beszélni szeretnék a szigorú zsűrinek. Nem állítom, hogy eleinte életem mámoros pillanatai voltak ezek, de aztán egyre nagyobb rutin szerezve lassanként egyre nagyobb nyugalommal, néha már a készülést félváról véve futottam neki a vizsgáimnak, persze ez utóbbi esetekben rendszerint sikertelenül. Be kellett látnom ugyanis, hogy a vizsga nem egy villanásnyi esemény a feladataim sokaságában, hanem egy komplex folyamat, amelynek a végén jogosultá válok a lazításra, legyen az egy régóta vágyott film megnézése, vagy a jól megérdemelt sör elfogyasztása a csoporttársaimmal. A folyamat pedig már akkor elkezdődik, amikor a tantárgy első órájára beülök. Kreatívan, játékosan, hatékonyan jegyzetelek, otthon átismétlem az órán hallottakat, utána olvasok a nem világos részeknek, vagy konzultációt kérek a tanáromtól, majd a vizsga időszakban jó tanulási módszerekkel alaposan felfedezve a témát, átismételve a korábban tanultakat, bevésve az ismereteket, gondját viselve a testemnek és a lelkemnek készülök fel a vizsga letételére. A vizsganapján magabiztos tudással adom elő az ismereteimet, a tanárom elismerő szavait és értékelését megköszönve, elégedetten ballagok ki a teremből. Mielőtt fintorogva összecsapnád és a szekrény alá hajítanád ezt a könyvet, gyorsan elárulom, hogy csak ritkán történt így. Arról beszéltem, hogy mi lenne az ideális felkészülés és vizsgázás. Az egyetemeket munka és család mellett végeztem el, így aztán az idealizmusba jócskán belesípolt a szembejövő valóság, de talán ezért is tanultam meg, hogy a kevés időmmel és energiámmal hogyan tudok a leghatékonyabban gazdálkodni. Másodszor. Ez idáig 18 évet töltöttem el egyetemi oktatóként, és legalább százszor annyit vizsgáztattam, mint ahányszor én ültem a vallatószékben. Jól emlékszem életem első vizsgáztatására. Egy életerős, kisportoltestalkatú, húsz év körüli fiú, férfias arcélekkel, háta mögött az osztálytás női nehezen leplezett pillantásaival, úgy ült a székben reszkető kezekkel és hanggal, mintha a halálos ítélete következne. Pedig még csak ott tartottunk, hogy mi a tétel címe. Megdöbbentem. Arra gondoltam, hogy ha ez a férfias fiú itt ülne a helyemen, én pedig az ő helyén sokkal magabiztosabban adná elő a tudását. Az, hogy az asztal melyik oldalán ülünk, csak sztereotípiákat teremt, ami pedig gátakat emel. Később többször alkalmaztam azt a meglepő fordulatot, hogy ha a vizsgázó túlizgulta a produkcióját, akkor megkértem, hogy cseréljünk helyet, kivétel nélkül minden egyes alkalommal az történt, hogy a felelet lényegesen jobban sikerült, így a valódi tudást tudtam mértékelni és nem a pillanatnyi lelki állapotot. A harmadik dolog, ami jól jöhet a tapasztalataim tárházában az, hogy felnőtt korom első 15 évét bűnügyi nyomozóként töltöttem, ami megtanított arra, hogy akár kimerülten, stressz alatt is képes legyek a pontos munkavégzésre, hiszen ha feszült helyzetben hibát követek el, az emberi sorsokat, vagy akár emberi életeket is veszélybe sodorhat. Meg kellett hát tanulnom a feszültséget kezelni, ami kétségtelenül jól jött vizsgahelyzetekben, és talán most is hasznos lesz, amikor a vizsgadrukk téma érünk. Egyezünk meg két dologban. Az egyik, hogy maradjunk a tegeződés mellett, így talán kényelmesebb lesz megbeszélnünk ezt a kényes témát. A másik, hogy akár csak a korábbi tanulás módszertani könyveimben, ebben a könyvben sem szeretném neked megmondani, hogy hogyan tanulj, vagy hogyan vizsgázz. Fogalmam sincs, hogy neked mi a legjobb, ezt rajtad kívül nem tudja senki. Válaszd meg magadnak a legjobb felkészülési és vizsgázási taktikát. Ehhez adok annyi ötletet és tanácsot, amennyit csak tudok. Elmondom, mi lenne a legideálisabb az emberi elme számára, te pedig fogad meg ezeket. Vagy ne. Ez a te életed. Úgy tedd boldoggá, ahogyan jónak látod. Első rész. Egy kis önismeret. A probléma okai. Kár Gustav Jung a 20. század meghatározó pszichiátere mondta, ha felismerjük a problémáinkat, erejüket vesztik. Ha valami fáj, nem lehet megszüntetni, ha nem keressük meg az okokat, és nem azokat kezeljük. Gyere is vizsgáljuk meg, hogyan jutottunk oda, hogy a tanulás fájdalmas, nehéz, unalmas tevékenységé vált, és sokszor úgy érezzük, hogy sokkal jobb dolgokat tudnánk helyette csinálni. Ám az ilyen okkeresés soha nem adhat valós eredményt, ha nem vagyunk őszinték. Enélkül csak valótlanságokkal kábítanánk magunkat, ezért is igyekezzünk a lehető legmélyebben bevallani a hibáinkat is. Képzelj el egy 150 évvel ezelőtti parasztembert, nevezzük Jánosnak. A kis falujában él, gazdálkodik a földjén, megteremti a családja számára az életfeltételeket, békében él a világgal és a természettel. A kis János már gyermekkorában is sokat dolgozott apja mellett, hiszen szorgalmas parasztember volt, de azért járt iskolába. Elvégzett négy osztályt. A négy év alatt megtanult írni, olvasni és számolni, a paraszti gazdálkodás csinyád pedig az apjától tanulta meg. Ez a tudás neki épp elegendő volt ahhoz, hogy boldogan élje az életét, mert az a világ, amelyben élt, nem egy félelmetes ismeretlen közeg volt, hanem egy jól ismert hely. Boldogan élt, mert nem csak használta a világot, hanem értette is. Annyira, amennyire szüksége volt. Most ugorjunk vissza a mai korba. Gondold el, mennyi ismeretre van szükséged ahhoz, hogy legalább alapszinten képes legyél élni az életed. Hogy ne haj éhen, de ne is üssön el az autó, eljuss a távoli ponton lévő iskolába, tud kezelni a mobiltelefonodat, meg tud szerelni az elromlott szerkentyűdet, tud keresni az interneten. János világához képest milliószor több ismeretre van szükséged, hiszen a technikai és szellemi fejlődés az elmúlt évtizedekben olyan mértékű növekedésen esett át, hogyha ez a 150 évvel ezelőtt élt parasztember megjelenne itt, azt hinné, hogy egy másik univerzumban van. De nem csak ő érezni így magát, mi is sokszor így érezzük. Ennek az az oka, hogy legtöbbször csak használjuk a körülöttünk lévő világot, de nem értjük. Például használod az okostelefonod, de nem biztos, hogy tudod, hogyan működik. Tudtad például, hogy az az ember, akinek üzenetet írsz, az nem benne van a készülékben? Akkor hol? Körülötte? Messze tőle? Akkor hogyan kerül mégis bele? Ismered ennek a technológiának az összes részletét? pedig azt is tudnod kell, hogy a kezedben tartott okos telefon már magasabb technikai színvonalon van, mint amely lehetővé tette, hogy 1969-ben holdra szálljon az Apollo 11 legénysége. János tanulási módszere az iskolában csupán annyi volt, hogy a megtanulni kívánt tananyagokat sokszor elismételte, és ezáltal begyakorolta. Sokszor leírta a betűket, sok egyszerű számtan példát oldott meg, és így kifejlődött az írás, olvasás és számolás készsége. Sokkal többet nem is kellett megtanulnia, ez szinte már elegendő is volt a boldog élethez. Ez a módszer ma már nem elegendő, hiszen neked már olyan sok tananyagot kell elsajátítanod, hogy nincs idő csak ismételgetésen keresztül megtanulni. Gondolj csak egy iskolai napotra. Azt a sok új tananyagot, amit egy nap alatt öntenek a nyakadba, több napba kerülne sokszor átismételni, de a következő napon megint ugyanennyi vár rád. A világ változott. Nyitottabb lett, gazdagabb lett, több ismerettel, ezáltal több fejlődési lehetőséggel rendelkezünk, mint valaha. Ugyanakkor az emberi elme működése nem változott semmit az utóbbi 150 évben, vagyis Jánosnak ugyanolyan agya volt, mint neked, nekem vagy bármelyikünknek. De pontosan úgy működött, mint Thomas Edisonnak, Leonardo da Vincinek vagy Albert Einsteinnek. A különbség csak az, hogy mire és hogyan használjuk. A világ változott, nem az agyunk. Az elménk fantasztikus dolgokra képes, de ezeket csak akkor tudjuk kihasználni, ha jól használjuk. Ha tanulni akarunk, a mostani tanulási igények szerint kell használnunk. Elménk egy minden képzeletet felülmúló szuper számítógép, de ha 150 évvel ezelőtti elavult programot futtatunk rajta, semmit sem ér. Néha egyszerűen csak nem használjuk ki a benne rejlő kapacitást, és olyan egyszerű feladatokat adunk neki, amelyeket szinte unatkozva hajt végre. Mi pedig nagyon büszkék vagyunk rá, hogy milyen jó agyunk van. Olyan ez, mintha lenne egy csodaszép tűzpiros ferráring, de csak a hátsó udvarban használnánk arra, hogy előre guruljunk öt métert, majd visszatolassunk. Van olyan is, amikor nem úgy használjuk, ahogyan működni képes. Ilyen például, amikor nagyobb mennyiségű tananyagot akarunk elsajátítani egyetlen olvasással, mintha az esti buliba a érkezünk, de azt egész úton toljuk. És néha előfordul, hogy nem arra használjuk, amire való, mintha a hátsó udvarban tárolt Ferrari-ban csirkéket nevelnénk. A megoldás az, hogy úgy használjuk az elménket, ahogyan az valójában működik, ahogyan képes működni. Ha frissítjük a benne használt tanulási szoftvert, nem csak többet tudunk tanulni kevesebb idő alatt, hanem könnyebben és élvezetesen is tesszük ezt. Ennek végeredménye pedig talán a legfontosabb a XXI. században, gondolkodó, saját életünket bátran és biztosan irányító lényekké válunk, akik ezen keresztül az emberiség javát szolgálják, folyton folyvást. Jogos a kérdés, hogyan lehet megtanulni olyan szuper képességeket, amelyel jól használjuk az agyunkat. A válasz egyszerű. Sehogy. Ugyanis ezeket a szuper képességeket már most is használod minden nap, csak nem a tanulásban, hanem az életed más területein. Egyszer egy magyar író hangis elemér úgy jellemezte a világunkat, hogy ez egy élménytársadalom. Nagyon találó ez a kifejezés, ugyanis a 21. század európai emberének a legfontosabb motivációja, hogy minél több élményt, minél nagyobb dózisban, minél gyorsabban és persze minél olcsóbban szerezzen meg. Mondhatnám úgy is, hogy nem ismerünk a történelemben még egy olyan korszakot, ami ennyire az élménykeresésről szólt volna. Lehetne vitatkozni arról, hogy ez jó vagy sem, illetve hogy mindez hová vezet és meddig lehet még fokozni, ettől azonban a jelenség nem fog megváltozni. Ez azzal a hátrányjal jár, hogy minden olyan tevékenység, amely nem kecsegtet azonnali és könnyen megszerezhető élménnyel, háttérbe szorul. Sokkal szívesebben pörgetjük a közösségi oldalakat a telefonunkon, mint hogy nekilássunk tanulni. Közben hatalmas sebességgel rohanunk egyik élménytől a másikig, miközben arra panaszkodunk, hogy semmire nincs időnk. Például tanulni. Mert az a problémánk, hogy a tanulásban nincs élmény. De biztosan? Nem az a baj, hogy a tanulás során nem úgy használjuk az agyunkat, ahogyan lehetne? Hogy nem úgy használjuk, ahogyan működni képes? Ha úgy használjuk, megtaláljuk a tanulás élményét. A következő részben megvizsgáljuk, hogyan működik az elménk, hogy hatékonyan és örömmel tudjuk használni a tanulásban is. Most pedig arra kérlek, ne higgyel semmit nekem, bármit is mondok a tanulással kapcsolatban. A jó tanulási módszerre, amelyet magadnak kell kialakítanod, ugyanis nem hit kérdése. Ne hidd el, amit mondok, hanem tartsd lehetségesnek. Ezt követően próbált ki, így az a tapasztalat, amelyet ennek során szereztél, mindig erősebb lesz, mint a hit. Mielőtt azonban tovább haladnál, adok neked egy feladatot. Kérlek, írd le egy papírra, hogy mi a célod ezzel a könyvel. Miért olvasod? Miért lesz jó neked, ha ismersz és használsz jó tanulási és vizsgázási módszert? Miért lesz neked jó, ha megtanulsz tanulni? Fontos, hogy ezeket magadnak írod, és nem kell soha megmutatnod senkinek, ha nem akarod. Szóval, csak őszintén. Tehát, mi a célod? Az agyunk működése A korábbi tanulás módszertani könyveimben különös figyelmet szenteltem az agyunk működésének, ugyanis ebben látom a legtöbb tanulási problémánk okát. Pontosabban abban, hogy a tanulás során nem úgy használjuk az agyunkat, ahogyan az működni képes. Mindannyian a tanulás ösztönével születtünk, és nullától hat éves korunkig nem kellett külön megtanulnunk tanulni, mégis élvezettel, játékosan és az élményeken keresztül tanultuk a világ dolgait. Megtanultunk például egy olyan nyelvet, amelyet a világ legnehezebb nyelvei közé szokás sorolni, és érdekes módon legtöbben a második nyelvel azóta sem tudtuk ezt produkálni. Vizsgáljuk meg, hogyan működik az agyunk, amely felelős az információk megértéséért, elraktározásáért, és hogyan tudja ezt élményszerűen tenni. Agya minden embernek van, még neked is hiába próbálnak a legjobb barátaid meggyőzni az ellenkezőjéről. A biológiai tanulmányaitból bizonyára tudod, hogy a gerinces állatok és az ember agya is két agyféltekére osztható. Ez a fajta elválasztás nem csak esztétikai szempontból érdekes, hanem azt is tudjuk, hogy az agyféltekék az ellentétes végtagjainkat mozgatják. Amikor összeérinted a jobb és bal kezedet, akkor mindkét agyféltekét dolgozik ezen. A bal agyféltekét adja ki a parancsot arra, hogy a jobb kezedet megmozdítsd, a jobb agyféltekét pedig a bal kezedet irányítja. Összehangolt működés kell ehhez, hiszen ha nem így lenne, nem tudnál tapsikolni örömödben, amikor megkapod a régen vágyott szülinapi ajándékodat. Most vizsgáljuk meg, milyen működési funkciókért felelős a két agyfélteke. Alapvetően nem is a fizikai elválasztás értendő ez alatt, hanem az agyunk készség területei, de az egyszerűség kedvéért a továbbiakban is a bal és jobb agyféltekét fogom emlegetni. A bal agyfélteke elsősorban a külső fizikai világ megértéséért felelős. Az összes információt, ami a külvilágból érkezik, először a bal agyfélteke fogja értékelni, elemezni, rendszerezni. Így például, amikor mész az utcán és látod, hogy a mozognak a fa levelek, a bal agyfélteke azonnal működésbe lép, megállapítja, hogy gyenge légmozgás van, a fa magassága körülbelül 4 méter, a levelek színe zöld, alakja kerek, átmérője körülbelül 6,5 cm. Az, hogy a zöld árnyalataiban milyen élmények vannak, és hogy ez szép vagy nem szép, nem igazán érdekli őt, kizárólag, Racionálisan vizsgálja a látottakat. A bal agyfélteke logikai rendszerekben gondolkodik, elemzően, rendszerezően, kritikusan és komolyan áll a világhoz. Például olyan logikai rendszereket üzemeltet, mint az olvasás, az írás és a beszéd. A beszéd attól válik logikai rendszerré, hogy amikor kigondolunk valamit, azt hangok formájába kódoljuk, a hangképző szerveink segítségével kimondjuk, és ha valaki meghallja, dekódolja a mi hangjainkat, vagyis megérti az eredeti gondolatainkat. Vagy nem, mert a verbális kommunikáció önmagában nem elég, szükség van a nonverbális kommunikációs jelekre. De ezek is logikai rendben állnak össze, mert ha azt mondom neked, hogy nagyon ügyes vagy? Akkor megdicsértelek. De ha ezt elmondom így, Nagyon ügyes vagy. Akkor épp az ellenkezőjét értettem ez alatt, te pedig simán megsértődsz, és igazad is van, pedig pont ugyanazokat a szavakat mondtam mindkét alkalommal. Ezt akárhányszor megismételhetem, az eredmény mindig ugyanaz lesz. Logikusan és következetesen. Komoly emberi találmány, hogy azoknak a hangoknak, amelyeket a beszéd során kiadunk, van egy lerajzolható képe. Tudtad? Ezeket úgy hívjuk betűk. A betűk ugyanúgy egymás mellé kerülnek, mint a beszéd során a hangok, és ugyanúgy összeállnak szavakká. A leírt szavaknak pedig logikusan és következetesen van jelentése. Ezt a rendszert hívjuk írásnak. A mi kultúránkban a hangkép írást használjuk, tehát ugyanaz a logikai rendszere, mint a beszédnek. Amikor valaki elolvassa az írásomat, megértheti a gondolataimat, de az írott szöveg nagy hátránya, hogy hiányoznak a nonverbális kommunikációs jelek. Ugyanakkor ez a szépsége is, hiszen írásban másként fogalmazunk, mint élő szóban. Az írás attól válik külön művészetté, hogy miként tudunk úgy leírni mondatokat, hogy a lehető legpontosabban értse az olvasó, amit közölni szeretnénk. Ha a bal agyfértekét arról kérdezzük, hogyan kell tanulni, azt válaszolja, hogy ha valamit hosszú távra el akar sajátítani, akkor ismételni és gyakorolni kell. Ismételni, gyakorolni, ismételni, gyakorolni, ismételni, gyakorolni. Ismételni, gyakorolni. Nem véletlenül mondja ezt, hiszen ő kizárólag logikai rendszerekben gondolkodik, a logikai rendszereket elsajátítani pedig valóban gyakorlás és ismétlés útján lehet. Így tanultunk meg beszélni, járni, biciklizni, evőeszközöket használni. Amikor hat évesen bekerültél az iskolába, mindenki azt magyarázta neked, hogy innentől kezdve tanulni fogsz. Hát valójában már addig is rengeteget tanultál, csak most a tanulás fogalma leszűkült az iskolai tanulásra. Ha az iskola első évében megtanultál írni, olvasni, számolni, és ezt jól be is gyakoroltad, ismétlés és gyakorlás útján. Jogosan gondolhatod, hogy ez a tanulás, pedig nem az. Az ismétlés gyakorlása képességeit készségszintre fejlesztésére való, de ha ezt új információk elsajátítására akarjuk használni, nem elegendő, hiszen ha egy könnyebb dolgozatírásra fel akarsz készülni, nem lesz időd arra, hogy sokszor átismételd az anyagokat. Ha új információkat, tananyagokat szeretnél megtanulni ezzel a módszerrel, abból lesz a magolás. A magolás pedig nem tanulási módszer, hanem egy jókora tévedés. A magolásnak három nagyon komoly hátránya van. Az egyik az, hogy rengeteg időt vesz igénybe, hiszen sokszor el kell olvasnod, és így kell megpróbálnod memorizálni az anyagot. A másik nagy hátránya, hogy nagyon alacsony a megértési szinted, ugyanis ha a tananyagot magolással próbálod elsajátítani, akkor nem a tartalmat tanulod meg, hanem csak a szöveget. A szöveget felelésnél fel tudod mondani, csak éppen nem biztos, hogy érted, miről beszélsz. Ha a tanár belekérdez, mert a tanárok már csak ilyenek, lefagy a rendszered, mert bár lehet, hogy épp az előbb beszéltél róla, de hogy mi is az, azt már nem tudod. A harmadik nagy hátránya a magolásnak, hogy gyorsan elfelejted. Egyrészt azért, mert valójában meg sem értetted az anyagot, másrészt azért, mert ha nem ismétled és gyakorlod a szöveget, akkor elhalványul benned. Ha így készülsz fel egy felelésre, lehet, hogy sikerül, de ha egy nap múlva meg kellene ismételni, már biztosan megbuknál. Tehát a bal agyféltekénk módszere nem alkalmas arra, hogy új információkat sajátítsunk el, csak arra, hogy a képességeinket, Készségszintre emeljük. A bal agyfélteke kizárólag a megértésre való. Valami más megoldást kell találni a hatékonyabb tanulásra. A más megoldáshoz hívjuk segítségül a jobb agyféltekét. Kicsit vicces, hogy segítségül kell hívni, ez úgy hangzik, mintha a jobb agyfélteke éppen jó messze lenne tőlünk, pedig állandóan velünk van. A tanulásunk kívül számtalan esetben használjuk. Ám mielőtt választ arra, hogy hogyan és mikor, vizsgáljuk meg, mi a feladata a jobb agyféltekének. Ha a jobb agyféltekéről egyetlen jellemzőt kellene mondani, akkor az a szó jut eszembe, hogy élmény. Itt található minden olyan dolog, amit lehet élvezni az életben, és nem ütközik törvényekbe. A jobb agyfélteke játékos, humoros, művészi, itt találhatók meg az érzelmek, a fantázia, a kreativitás, az intuíció, a képzelet, az álmodozás, és szintén ő használja a színeket, formákat, képeket. Tehát, amíg a bal agyfélteke azt vizsgálgatja, hogy milyen légmozgás mozgatja a fa leveleit, Addig a jobb agyfélteke egy csodálkozó kiskutya módjára nézegeti, hogy milyen szépek a levelek, mennyire kecsesen mozognak, milyen gyönyörű a levél erezete, és vajon mit lehet belőle alkotni. Ha a jobb-agyféltekét megkérdezzük, hogyan tanuljunk, azt a választ fogja adni, hogy ha hosszú távra szeretnél elsajátítani valamit, akkor használd az agyféltekéidet arra, amire valók. A bal agyfélteke arra való, hogy megérzd a külvilágból érkező információkat, a jobb agyfélteke valamelyik termékét hozzákapcsolva pedig helyezd őket kontextusba. Ha egyszer csak felfedezed, hogy az egyik osztálytársadnak milyen szép szemei vannak, akkor ezt valószínűleg hosszú távra el is raktározod. Ebben az esetben a bal agyféltekéd azt fogja látni, hogy ez egy szem. Az alakját, a méretét, a színét fogja megérteni, viszont a jobb agyfélteke fogja azt mondani, hogy milyen szép. Ettől az élménytől válik később felidézhetővé. Ám ha az osztálytársad szemében nem találsz semmiféle élményt, akkor később talán egyáltalán nem fogsz arra emlékezni, hogy milyen színű. Mint ahogy élmény nélkül arra sem fogsz emlékezni, hogy hat évvel, négy hónappal és három nappal ezelőtt, ugyanebben a percben, mit csináltál. De mondok egy jobb példát. Amikor elmész moziba, és végignézel egy filmet, a bal agyféltekét segítségével követed a cselekményt, felismered a szereplőket, érted a párbeszédet, felfedezed a logikát benne, vagyis tudod, hogy mi történik a filmben. Viszont a jobb agyféltekét fog hozzá kapcsolni élményeket, a játékosság, a humor, a fantázia, a formák, a színek és a képek segítségével. Ettől fogod tudni elmesélni hetekkel később is, hogy mi történt a filmben. De ha leülsz tanulni, és lehet, hogy kevesebb információt kellene elsajátítanod, mint amennyit a filmben láttál, már is unalmassá válik a tanulás, és teljesen kimerülsz a végére. Ez egyszerűen amiatt van, hogy csak bal agyféltekével próbálod megjegyezni az információkat, és nem kapcsolsz hozzájuk jobb agyféltekés kontextust, amitől később felidézhetővé válnak. A bal agyfélteke egyszerűen nem alkalmas az anyag rögzítésére, kizárólag a megértésre használatos. A megoldás tehát, hogy egyszerre kapcsoljuk be a két agyféltekét mindenféle anyag elsajátításába. Hogyan lehet ezt megtanulni? Nem kell, ugyanis ezzel az ösztönnel születtünk mindannyian, a tanulás képességével. Egyszerű tehát a megoldás: szedjük össze azokat az eszközöket, módszereket és lehetőségeket, amelyekkel újra. Be tudjuk kapcsolni mind a két agyféltekét az iskolai tanulás folyamatába. Mivel ebben a könyvben egy olyan témát boncolgatunk, amely az idegrendszerünket elég alaposan meg tudja terhelni, beszéljünk egy picit az idegrendszerünk működéséről, legalábbis egy kicsi szeletéről, mégpedig arról, hogyan reagál a stresszre. A stressz szót Seje János magyar származású kutatónak köszönhetjük, akár csak az ezzel kapcsolatos kutatási eredmények nagy részét. Ő általános adaptációs szindrómának nevezte el ezt a jelenséget, amelyet 1936-ban publikálta a Nature tudományos folyóiratban, különféle kártékony tényezők által kiváltott tünetegyüttesről címmel. A tünetegyüttest három fázisra osztotta, amelyek közül az első kettőt az életben maradás egyik feltételének, a fizikai és szellemi fejlődés alapjának tekintette. Értelmezésében a stressz nem más, mint a szervezetnek a fizikai vagy pszichés terhelésre adott nem specifikus válasza. Az első fázisban, amikor egy élőlény találkozik bármilyen külső ingerrel, először eldönti, hogy megbírkózik e vele, vagy inkább elkerüli azt. Ha felveszi a harcot, akkor a szervezete a nem létfontosságú funkciókat átmenetileg blokkolja, míg a különféle hormonok és ingerület átvívő anyagok felszabadításával aktívabb működésre ösztökéli a megküzdéshez létfontosságúakat például a légzést vagy a vérkeringést. Ha ez a terhelést jelentő inger nem szűnik meg, vagy alkalmanként visszatér, a szervezet megtanulja a stratégiát és rutinosan kezeli. Ezért fordulhat elő az, hogy az első vizsga letétele közben, illetve után teljes kimerültséget érzünk, és alig találunk haza, míg a sokadik vizsga után még randizni is van energiánk. Ez a második fázis az adaptáció, tehát az alkalmazkodás. A harmadik szakaszban, ha a stresszhatás túl hosszú ideig vagy túl gyakran jelentkezik, bekövetkezhet a kimerülés. Seje János szerint az előző két fázissal ellentétben ez már kórosnak tekinthető, Tartósan fennálló megterhelés esetén súlyos pszichés zavarok, szív- és érrendszeri, emésztő- és immunrendszeri panaszok, hormonális zavarok alakulhatnak ki. Seje aktív éveinek elején azon dolgozott, hogy a stressz kifejezést elfogadja a tudományos gondolkodás, de később úgy vélte, hogy ha jobban tudott volna angolul, akkor valószínűleg a strain, vagyis terhelés szót használta volna. A stressz szó ugyanis úgy terjedt el a köztudatban, hogy egyszerre jelentette az okot és a következményt is. Ráadásul a mindennapos szóhasználatban valami sátáni dolognak tűnik, amit mindenképpen kerülnünk kell. Pedig ahogyan Seje mondta, a stressz az élet sója, ellentéte pedig a halál. A stressz az élet savaborsa. Megpróbálta hát egyértelműsíteni ezeket a kifejezéseket, ezért a tudományos fogalomtárba bevezette az eustress-distress fogalompárt. Az eustress, vagyis a pozitív irányú stressz inkább építő jellegű, a distress pedig negatív, vagyis romboló hatású, amelyet igyekszünk elkerülni, mert megbetegít. Ha azonban megvizsgáljuk ezeket a három fázis szemszögéből, azt láthatjuk, hogy az eu ugyan építő, és hozzá is tud szokni a szervezetünk, de könnyen átbillenhetünk a harmadik fázisba, mert ha valami jó, és már hozzászoktunk, akkor emelni kell az adagot. Míg a distresszből kilépéshez megtalálhatjuk a megoldást, könnyen lehet, hogy az EU-stresszből ki sem akarunk lépni. Talán észre sem vesszük, hogy a reggeli ébredés után négy másodperccel ráragad az okos telefonunk a kezünkre, és az esti lefekvésig ráfolyik a szemünk, közben a szervezetünkben egészségtelen folyamatok indulhatnak el, alapvető szükségletekről feledkezünk meg, és lehet, hogy elment mellettünk életünk nagy szerelme. Azt is érdemes átgondolnunk, hogy az EU-stressz hajszolása miatt distressz forrásokat hozunk létre, Például, ha elütjük az időt a kétségtelenül kellemesebb élményekkel, és nem marad idő a vizsgára felkészülésre. Na, az aztán az igazi distressz, amit talán Seje János is úgy nevezne manapság para. Szerintem nem nehéz belátni, hogy a vizsgahelyzet és a vele kapcsolatos idegrendszeri feszültség a distressz kategóriájába tartozik. A megküzdés első két fázisában nincs baj, különösen a másodikban, vagyis ha a szervezetünk a helyzetet már ismerősként kezeli, mert ekkor tudunk a legjobban teljesíteni. Akkor van nagy baj, ha a harmadik fázisba kerülünk, és testi vagy lelki károsodást szenvedünk tőle, így ezt igyekeznünk kell elkerülni. Többek között erről is szól ez a könyv. Tapasztalataim szerint a distress első és harmadik fázisára háromféleképpen tud reagálni a szervezetünk: 1. leblokkolás, 2. menekülés, 3. előre. Amikor leblokkolunk, akkor az idegrendszerünk egyszerűen felmondja a szolgálatot. Tudjuk, hogy ki kellene lépnünk az adott helyzetből, de képtelenek vagyunk rá. Például, amikor kihúzod azt a tételt, amelyről még nem is hallottál, és tudod, hogy nagyon nehéz lesz otthon megmagyarázni, hogy a vizsgáztató volt a hibás. A másik reakció a menekülés, amikor bármi áron és bármin keresztül menekülni próbálunk a nehéz helyzetből, ezért sokszor meggondolatlanul, irreálisan cselekszünk például visszaadod a tételt, hogy majd jössz legközelebb, aztán hazafelé menet rájössz, hogy ez volt az egyetlen tétel, amelyet megtanultál. Az előre pedig nem más, mint amikor megszűnnek a felesleges életfunkciók, csak a feladat megoldás létezik, a célra összpontosítasz, és mész előre. Kihúzod a tételt, bólintasz, és elkezded kidolgozni. Ugyanakkor a felelés közben is képesek vagyunk ezeket a reakciókat produkálni, méghozzá igen változatosan. Amikor a tanár váratlanul feltesz egy kérdést, vagy éppen úgy reagál az általunk elmondottakra, hogy az elbizonytalanít minket, képesek vagyunk kimerevedett arca a kezünket és szemhéjunkat mozdulatlanul tartva, a lélegzetünket szinte visszafolytva nézni magunk elé, mintha nem is értenénk, miről van szó ilyenkor nem valószínű, hogy a tanárban azt a benyomást keltjük, hogy tényleg felkészültünk. A menekülés úgy tud leginkább jelentkezni, hogy kibányászok magamból egy csomó információt, de azokat hadarva igyekszem elmondani a felelésnél, mert talán így gyorsabban szabadulok. Így a beszédem néha érthetetlenné válik, de sokkal nagyobb probléma az, hogy előrébb jár a szám, mint az agyam. Hogyha a tanár visszakérdez, mert nem értette, amit mondtam, az elbizonytalaníthat, amitől vagy leblokkolok, vagy pedig újra elkezdek hadarni, még gyorsabban beszélve, mint ahogyan az agyam gondolkodni tud. A harmadik a feladat megoldás, amikor megfelelő módon tudok koncentrálni, a feladatot pontosan hajtom végre, a kérdésekre pontos választ adok, és a tanárban azt a benyomást keltem, hogy nem csak felkészültem, de teljes mértékben értem is az anyagot. Ez lenne az ideális állapot, amelyet mindannyian szeretnénk elérni egy vizsgán azt tudnunk kell, hogy az idegrendszerünk nem vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, hanem mind a három reakciót képes produkálni, akár váratlanul is. Egyéntől és egyéniségtől függően valamelyik dominánsá válhat, de ettől még egy pontos, precíz feladat végrehajtásra képes emberrel is előfordulhat az, hogy néha leblokkol, vagy éppen menekülni próbál a helyzetből. Megfelelő felkészüléssel és megfelelő rákészüléssel fejleszthetők ezek a képességek, illetve elkerülhetők azok a reakciók, amelyeket nem szeretnénk produkálni egy vizsgán. Természetesen később ezekről is lesz szó, és arról is, hogyan tudod felkészíteni az idegrendszeredet egy nehezebb megpróbáltatásra. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásban. A hangoskönyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részleteket kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice!